A politikai kultúra után a kampánykultúra is úgymond finoman fogalmazva drasztikus átalakulásom megy keresztül az utóbbi években. A szakpolitikai kérdések és viták helyét a drogok, a szex és a prostitúáltak váltották fel. Hogy a jelenlegi kampány precedens teremtete a jövő kampányaira nézve? Erről mindjárt a Metropolitan Egyetem docensét Perlaki Pap Józsefet kérdezem. Mutatom most egy összefoglalót. Három nappal az önkormányzati választás előtt egy dolog biztosnak tűnik. A programok helyett a drogok és prostituáltak játszanak fontos szerepet. Vittinghoff Tamás szex videója után Borkai Zsoltról is hasonló tartalom került elő. Azzal a különbséggel, hogy a győri polgármester körül komoly korrupciós hálózat kezd kirajzolódni. Közben a kormánypárti sajtó egyre több felvételt hoz nyilvánosságra, amely pedig legalábbis szerintük a kispesti szocialista közpénzcsapolási mutyikat tárja fel. Az érintett politikusok látszólag nehezen kezelik az új kampányhelyzetet. Nem véletlen, hogy gyakorlatilag teljesen eltűntek a nyilvánosságból. Még az a Borkai Zsolt is, aki nemrég azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy egy olyan futópályát adott át a kampányban, amit már korábban átadtak. Perlaki Pap József, jó reggelt kívánok! Jó reggelt. Köszönöm, hogy itt van. Kárász Robi kollégámmal beszélgetek ugye erről folyamatosan, és a minap azt kérdezte Robi, hogy így néz ez ki vajon máshol is? Amire én, aki Amerikában voltam sokszor tudósító, annyit biztosan tudtam mondani, hogy Amerikában biztosan igen. De Európai országokban máshol hasonló-e a kampány kultúra jelenleg, mint ahogyan? Hát a kultúra szót nem kellene összemosni azzal, ami történik. Igen, sokat beszélünk arról, leginkább a kampány ezen önkormányzati kampány kapcsán, hogy esik a politikai kultúra színvonala, de azt is mondhatjuk, ha már Nyugat-Európát vagy az Egyesült Államokat említi, hogy felzárkoztunk a nyugathoz. Ezek a típusú botrányok Nyugat-Európában, az Egyesült Államokban, jó ideje a kampány részei és a politikai semmit jelenfele. nem akartunk arról mondani, hogy a minősítése ennek pozitív vagy negatív, csak a tényt állapítottam. Tehát hogyha, tehát, hogyha nemzetközi összehasonlításba helyezzük a dolgot, ott már régóta a politikai kommunikációnak kihívás ezeknek a botrányoknak a kezelése. Ha újabb dolgok nem derülnek ki. Van-e politikai jövője Borkai Zsoltnak? Újra választhatják-e most vasárnap? És ha igen, akkor bujkálnia kell-e, vagy szőnyeg alatt lenni jó sokáig, ahogyan most van? Speciális helyzet alakult ki. Sok botrányt látunk, sok botrány van jelen a, a közgondolkodásban, a közbeszédben. Ebből valóban az összeállítás alapján is két botrány emelkedik ki. És azt gondolom, hogy azért emelkednek ki... Azóta már hallottunk róla, hogy bekészített botrányok lehetnek. Említse meg meg, melyik a másik Kispestre gondol? Kispestre gondolok. Így van, mindenkinek az a kedven, kedves, a szívének kedves botrány a politikai oldalaknál, ami a politikai ellenférről szól. Így van. Ugye, itt az utolsó kettő-három hétben, hogyha előjön egy politikai botrány, feltételezzük, hogy szándékkal jön elő, politikai, üzleté vagy valamilyen személyes szándékkal. A modern politikai kommunikáció azt mondja, hogy akkor is és próbáld az ellenfeled botrányokkal lenyomni, hogyha nincs esélye veled szemben. Mert nem tudhatod, hogy mi történik, mi jön ki az utolsó két-három hónapban. A politika rászokott a botrányokra. Méghozzá azért szokott rá botrányokra, mert nagyon rövid idő alatt lehet az ellenfelet nagyon nagy presztízsvesztességgel, hitel, hitelességvesztéssel e, sújtani. És emiatt a politika használja is ezt a dolgot. Ami most szerintem újdonság, hogy egy, egy, egy feltételezett közmegegyezés úgy tűnik, hogy eltűnt a politikai közéletből, hogy ezek a nadrág nélküli történetek, az övönalmi történetek eddig nem voltak jellemző a politikára. Ha a borkai kérdést kérdezi, ugye az én szakmám a krízis kommunikáció. A kríziskommunikáció kommunikáció arra tesz kísérletet, hogy a nyilvánosságba, tehát a közbeszédbe, a választók gondolkodásába, hogy tudja a megtámadott személy valamilyen módon menteni a menthetőt. Minél kisebb veszteséggel túlélni egy ilyen botrányt. Azt láthatjuk a borkai ügyben, hogy megtörténik egy mentési kísérlet, egy krízis kísérlet, ha a kérdésére vissza akarok utalni, hogy ha nemzetközi kontextusban nézzük, ha nemzetközi kontextusban nézzük, ha valaki családban van, és ilyen típusú botrányba keveredik, akkor ott szokták kezelni a konfliktust, ahol a feszültség megmutatkozik, tehát a családon belül. Hol vétett Borkai Zsolt elsősorban? Nyilván a feleségével szemben vétett. Hogyan működik ilyenkor a krízis úgy működik, hogy valóban bocsánatot kér elsősorban a családjától és természetesen a nyilvánosságtól, mert. Nem itt, csak erkölcsi korrupciós ügyről is. Így van, szó. tehát itt, itt egy erkölcsi veszteséget láthatunk, de elsősorban a feleségével szemben visett, és ilyenkor Nyugat Európában, ahol a krízis kultúrája egy picit talán magasabb. Nagy, jelentős szerepet szokott kapni a feleség. Emlékezzünk a Clinton-botrányra, ahol a feleség. Szombaton húzza még ki. jobban, rosszban most is együtt voltak azon a Igen. fotón, ami után jött ki még csak a legtraumatikusabb a látványos része ennek. Tehát a, a Borkai botrány klasszikusan olyan, hogy vannak erős képek, ami láthatóan odavonza a figyelmet. A szexuális tartalmú dolgok mindig nagy figyelem vonzó hatással működnek a kommunikációban. Láthatjuk, hogy 6-700 ezeren olvassák ezeket a blogbejegyzéseket. És emiatt az a vádló, aki ezt a blog bejegyzést menedzseli, az a vádló ráültet ezekre az erős képekre olyan vádakat, ami kényelmetlenebb vádak, de jogi szempontból, a nyilvánosság szempontból, krízis kommunikációs szempontból elsősorban a bizonyított feszültséget kell kezelni, ha az én ízlésem szerint működött volna a krízis kommunikáció, ha az én tapasztalatom szerint működött volna, akkor a feleségnek nagyobb szerepet adok, akkor abban a stúdió felvételben odaültetem a feleségét, aki végig fogja a kezét, és kiad néhány mondatos nyilatkozatot, vagy ő is mond. Ne haragudjon, nőként kénytelen vagyok azt mondani, hogy ennek egy, ebbe egy nőnek is van beleszólása. Hát hogy, hogy ne, természetesen. Egy termés, mérhez, vagy nem? Nem, nem, hogy nem a, magát ebben a helyzetben. Nem, ez így van. tehát, tehát természetesen természetesen ez így működik, minden krízis kezelése más. Tehát, hogyha a helyzet nem alkalmas rá, akkor nyilván nem fogja ezt megcsinálni. Ott kérdezek még egy nagyon fontos dolgot öntől. Ha már nemzetközi kitekintésről beszéltünk, és arról, hogy az ilyen jellegű botrányok természetesen megszokottak, olyan jellegű vádak, amelyek utólag abszolút teljesen alaptalannak bizonyulnak, és csak karaktergyilkossági szándékkal kerültek be a médiába. Gyakoriak-e a médiában? Azért kérdezem ezt, mert ha már vádról és szexualitásról van szó, László Imre demokratikus Koalíció polgármester jelöltet is ért egy olyan vád, amivel kapcsolatban az égatta világon semmi nyom, írmagja nincs a bizonyítéknak. Potenciálisan utólag, hiszen a forrást elemeznünk kell, és a forrás egy olyan hely, ahol utólag jogerős bírósági ítéletek mondták ki, hogy a forrás óriásít hazudott, ez a bírósági ítélet jogerős döntése, potenciálisan kiderülhet, hogy most is ez történt az ő esetében. Ez történik-e nyugaton? És utána kifizetik a büntetést, és kész, mehetünk tovább. Minden krízist. Önállóan kell vizsgálni. Ez egy alapvető dolog, alapvető feltétel a kommunikációnak. Én azt látom, hogy nagyon sok karaktergyilkos szándék van a magyar közéletben és a nyugat-európai közéletben is. A karaktergyilkos szándékok akkor tudnak sikerre kerülni, hogyha van mögötte politikai akarat és politikai erő, hogyha kellően konkrét és bizonyíték van mögötte. Láthatjuk például a Kispesti ügyben, hogy ott kríziskommunikáció nem is történik gyakorlatilag a legjobb jogi pozíciót szeretnék elfoglalni, ezért maga a főszereplője a dolognak meg sem szólal, valószínűleg alá fog szorulni a témának. És Egyszer ő... megszólalt, azt mondta, hogy természetesen semmi nem igaz belőle, de azóta nem szólalt meg. Hát a krízis kommunikációban van egy fontos feltétel annak, hogy működjön a kommunikációnk, hogy hihetőnek kell lenni a dolognak. Itt semmilyen cáfolat nem hangzik, egy mondat volt, hogy mondjon valamit. Ez nyilván nem felel meg a dolognak. Az említett esetben ott ott láthatólag nem tudjuk, hogy pontosan kivádol, ugye a, a László e, Imre e, ügyben. Nem tudjuk pontosan kivádol, e, nem mutatott be bizonyítékokat. Nyilvánvalóan ezek a, ezek a vádak azok nagyon nehezen menedzselhetők. Azt hisz, olyan tudjuk, környezetben, tudjuk, hogy a forrás az olyan hely, ahol a karaktergyilkossági jogerős bírósági ítélettel kimondatot korábbi esetben. De mindez olyan környezetben történik, amikor öt Krízis fut a nyilvánosan. Nem van. lehet ötre figyelni. És azok, amik kevésbé jól menedzseltek, amik nem elég konkrétak, azok el fognak halni. Hmm. És ezekben az esetekben van egy fontos kérdés. Mi történik vasárnap. A választók. Mi történik vasárnap. A, a, a választók. Hogy eh, reagálnak -e? a, a választók a bizalmukat ennek ellenére tudják-e adni ezeknek az emberek. Mit gondol? Az én feltételezésem az, hogy Kis jelentősége lesz ezeknek a botrányoknak. Egyrészt, mert megszokta a választó azt, hogy a politikában kemény és csúnya dolgok történnek. Másrészt, a politika jelenlegi rendszere nagyon az evangelizált szavazókra épül amelyek hitrendszer szerint szavaznak, és aki hitrendszer szerint szavaz, ott a mozgósítás fogja eldönteni a dolgokat, és bármilyen bármi áron ki fog tartani a jelöltje mellett, mert meggyőződése, hogy csak az a jelölt segíthet rajta. Ennek, ennek lehet egy olyan jelentősége, hogy a bizonytalanokat részben otthon tartja, mert nem akar részt venni az ilyen jellegű közéleti kérdésekben. Aztán, hogyha mégis másképp, meg, meg megnézhetjük a helyi politikai klímát, mint a borkai esetben, mind a kispesti esetben, nagy előnye van mind a két jelöltnek. Nehezen tudom elképzelni, hogy ilyen botrányjal terhelt közéleti helyzetben, ahol ennyi botrány fut, olyan nagy jelentősége legyen a dolognak, hogy ennyi szavazót le, levegyen. Mondja, ha mégis de... úgy történik, az nagyon érdekes lesz számunkra. Ön szerint ö, olyan jól fogalmazott, ezt most megjegyzem magamnak, ha nem kopirájtos, hogy a, az evangelizált hitrendszer szerint szavazók esetében, ön szerint minek kell ahhoz történni, hogy valaki a hitét egy politikai közösségben maga mögött hagyja? Van a, a botrányok és a kríziseknek egy lélektana. Nem csak föl kell vetni ezeket a botrányokat és kríziseket, menedzselni is tudni kell. Tehát az kevés, hogy rámutatok valamire, és azt mondom, hogy nekem ez nem tetszik. Hiszen a választó beárazza azt, hogy, hogy itt a hatalomról van szó, és mindenki hatalomra tör, és nagyon sok eszközt hajlandó ebben használni. Gyakorlatilag végig kell vinni a dolgot, bizonyítékokat kell hozni, a sajtónak is erőteljesen mellé kell állni ebben a, a dologban. Tehát nem olyan egyszerű bizonyításig elvinni ezeket az ügyeket. Van egy izgalmas része a politikának, hogy paraván mögött történnek a lényeges dolgok. És a botrányok azért ennyire jelentősek, mert a választó úgy érzi, hogy egy kicsit a politika boszorkány konyhájába közvetlenül be tud pillantani, és az attól sokszor megretten, hogy hogy működik. A politika. Rendkívül érdekes volt amit elmondott. Köszönöm szépen Köszönöm hogy szépen. itt voltál.